Bár az önkormányzatok nincsenek jó helyzetben az elszabadult energiaárak miatt, Faddon nem állt meg az élet. Több fejlesztést is terveznek a településen. Folyamatban lévő pályázataink közül kiemelném a FAD és Volentezőből közötti közvilágítás fejlesztést, ami most már gyakorlatilag a kivitelezés előtti stádiumban vagyunk, tehát tavasszal ez meg is fog valósulni. Aztán van egy piacpályázatunk, ami úgy néz ki, hogy részben elnyerte a támogatási összeg, az igényelte összegnek a jelentős részét. Ezen kívül előkészítés alatt van az úgynevezett sertéstelepi út felújítása, aminek a közbeszerzését még idén tavasszal kiírják, és a tervek szerint évvégéig meg is valósul a beruházás. De a TOP plusz élhető települések programba is nyújtanak be pályázatot, aminek az elbírálása még folyamatban van. Az egyikben 3 közterület fejlesztésre pályáznak a településen belül. Ez tartalmazna egy játszóteret, tartalmazna egy központunkban, a település központjában egy térkövezett parkolót csapadékvizelvezetéssel, és tartalmazna egy közösségi teret, szabadidős tevékenység, ez a Volentőből be, egy közösségi térfejlesztést, illetve most adjuk be a napokban az úgynevezett tűzoltólaktanya, a mostani tűzoltólaktanya helyén építendő multifunkcionális épületnek a pályázatát, ami részben tűzoltó szertárként vagy laktanyaként is üzemelne, részben pedig közösségi térként, és a tetőtérbe egyébként lakások, illetve szobák kerülnek, szállások kerülnek kialakításra, hogy az önkormányzat tudjon biztosítani szállást is, hogyha szükség van rá. A tervezett fejlesztések költségei meghaladják az 1 milliárd forintot, amit nagyrészt pályázati pénzből szeretnének majd finanszírozni.